Buli van, mondják a zumbások, de nem csak mondják, csinálják is. Körülbelül 2 éve jött divatba a zumba Hajdunánáson, csak rá kellett ízeledni, már is sok hódolója akadt. Több csoport is működik. A Csiha iskola tornatermében 2 éves szülinapi partit rendeztek május 25-én délután. A csoport vezetője még a nevét is megváltoztatta, Zumba Éva. Látni, hallani sokat lehetett és lehet az új mozgásformáról. A mostani partira több mint 30-an jöttek el megmozgatni magukat. Ezen felül több vendégoktató is igyekezett leizzasztani, vagy éppen szórakoztatni a résztvevőket. Márciusban volt, hogy 2 éve oktatom már a zumbát Hajdunánáson, csak sajnos csúsztatnunk kellett a sok program miatt, és ezért, hogy megünnepeljük ezt a 2 évet, ezért szerveztük ezt a partit, és így szoktuk ezt egy nagyobb rendezvénnyel, amikor több oktatót hívok, a környék oktatóit elhívom vendégnek. Sztár vendégként mutatták be a nyíregyházi kalapos testvéreket, akik remek hangulatot csináltak. Most már közel 1,5-2 éve együtt dolgozunk, szinte minden rendezvényén jelen vagyunk. Mi nem érezzük magunkat sztár vendégeknek, mi ugyanolyan egyszerű zumbások vagyunk, mint ők, és szerintem ez le is jött a műsorok alapján. A szülinapi partin egy hajdúböszörményi oktató is tanúsíthatta a kölcsönös jó kapcsolatot. Mióta a zumbát ismerem, azóta ismerem Évát is, nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Képzéseken találkozunk, és hogyha partikat szervezünk, akkor mindig elmegyünk egymás partijára, és a hétköznapokban is tartjuk a kapcsolatot. Éva a tévéből ismerte meg a zumbát, majd képezte magát. Nekem ilyen előéletem nem volt, annyi, hogy a lányaim 10 évig társas táncoltak, és rendszeresen a próbáikon ott voltam. Volt úgy, hogy a tanár helyett én próbáltam, versenyek előtt velük, stb. Úgyhogy így inkább rám ragadt, de nincsen semmilyen táncos képesítésem, semmi. A kalapos testvérek Nyíregyházáról viszont gyerekkoruktól táncoltak latin táncokat is, ma a divat és hip-hop táncokat oktatják, de a zumba is kedvenceik közé tartozik. A zumba egy franchise rendszerű, központi rendszerben leadott anyag. Na, egyedül talán mi vagyunk azok, akik ettől eltérünk, mert van egy táncos múltunk, szinte gyerekkorunktól táncoltunk, érintettük a divatot, a hip-hopot, és valahol mi ezt a zumba kapott anyagot ötvözzük a saját világunkkal, de rengeteg táncból áll maga a zumba, tehát itt legalább 8-10 olyan táncot lehet kapásból felsorolni, ami kicsit kardio alapú, hol Kubából, hol Argentinából, éppen Brazíliából jött alapokra épít a zumba. Persze, ilyen képzettséggel könnyű, gondolhatnánk, de mi legyen azokkal, akik a nulláról indulnak? Belevághatnak? Egyszerű latin táncokról van szó. Általában úgy kellene felépíteni egy latin zumba táncot, hogy 5 lépés, max 6 lépésből áll, különböző szakaszok és a különböző stílusokat belerakva. Egy idő után mindig azt szoktuk mondani a vendégeinknek, hogy 3-4 alkalom, és szépen lassan megszokják a mozdulatokat, és kb. 2 hónap után pedig megtanulnak minimálisan táncolni latin-amerikai táncokat. A zumbában én azt szeretem, meg úgy szoktam reklámozni, és ez egy burkolt, elfojtott kis tánciskola, ahol az emberek eljönnek egy kardió fitness órára, és közben megtanulnak táncolni. Az
oktatók fontosnak tartják, hogy szakmai háttérrel is rendelkezzenek. Oda kell figyelni mindig a vendégeknek a korosszetételére, jöhetnek új vendégek, akkor nyilván figyelni kell azt is, hogy számukra megfelelő órát tartsunk. Illetve én úgy gondolom, a saját magam véleménye az, hogy jó, hogy ha az ember szakmai hátteret is szerez a zumba oktatásához, hiszen itt embereknek a testével foglalkozunk, és itt is ugyanolyan hamar előfordulhat egy sportsérülés. Tehát én úgy gondolom, hogy mind a bemelegítésnél, mind a nyújtásnál nagyon fontos erre odafigyelni. A böszörményi oktató a legkisebbek, az óvodások számára is tart órákat. Itt azonban felnőttek voltak. A különböző táncstílusok különböző testrészeket mozgatnak meg. A merenge, ez a taposós, ez a nagyon-nagyon joggingolós jellegű, ez teljesen bádlicon fenék. Akkor a kumbia egy picikét már a csípőre, a hasra megy rá. Rengeteg olyan felső rész mozgatunk, ahol a váll, a kara, mell. Tehát majdnem minden táncba bele lehet csempészni, és úgy is kell fölépítenünk ezt a egy órás programot, hogy szinte minden testrész megkapja a saját maga kis impulzusát. A partin egy új megoldást is megmutatott Éva. A széket, mint segédeszközt lehet használni, ez a Zumba Centeo. Itt Szabolcsban egyedül én végeztem el a Zumba Centeo vizsgát. Ez én egy különlegesnek tartom, amikor egy eszközt használunk zumba közben, mert sokkal jobban erősítjük a combot, a feneket, a karokat például, és egy kicsit színesítem bele az órákat. Bele vannak építve a táncos elemek, és közben a gimnasztika így van, és akkor így nem veszük annyira észre, hogy milyen keményen dolgozunk. Megtudtuk, hogy a zumbához is kitartás kell. Általános észrevétel, hogy nagyon nagy létszámmal kezdünk minden helyen. Aztán valahogy a lelkesedés alá fagy, és akkor marad egy mag, egy olyan 10-15 fő, aki mindegy, ha a jégeső esik, akkor is itt van. És ezt én nagyon sajnálom, mert nincs kitartás az emberekben. Tehát ez nagyon jó lenne, hogyha valaki elkezdi, akkor folyamatosan járna, mert eleve az órákon is bulit úgy lehet csinálni, amikor sokan vagyunk. És akkor sokkal jobb a hangulat. Azok azonban, akik eljönnek hetente kétszer egy-egy órára, ők alaposan megdolgoztatják izmaikat, égetik energiájukat, és közben remek hangulatba keverednek. Így volt ez a szülinapi partin is. Szerintem mindenki nagyon szuperül érezte itt magát. Jól megizzadtunk, mozogtunk az egészségünkért, és közben nagyon jól éreztük magunkat. A zumbának mindig ilyen a hangulata. Nekem az aerobik mindig egy száraz volt. Nagyon-nagyon szögletes mozgásokra épülő, egyszerű koreográfiákkal, hangulat nélküli. És amikor bejött a zumba, az első dolog, amit észrevettem, hogy az a latin őrület, amit a karnevál is magával hoz akár jóból, az úgy bele lehet csempészni ezekbe a koreográfiákba. És ettől van ez az őrület is, hogy végülis az emberek itt eljönnek, feloldódnak, kiszabadulnak, üvöltenek, kiabálnak, énekelnek, és ez jó. A zumbában ez a lényeg, hogy érezd jól magad, nem kell pontosan ugyanazt csinálni, mint az oktató, nincsenek kötött 8, 4, 2, 1, stb. Színesek, változatosak a zenék, könnyen követhetők a koreográfiát, és tényleg mindent beleadunk, visongatunk, tehát minden óra egy nagy buli, tényleg. A végén csoportfotó is készült, hogy aztán egy palacka szülinapi tortával megédesíthesse mindenki a száját. Talán a kalóriáknak nem ártott ez a kis ünnepi szelet. A zumbások láthatóan kis közösséget alkotnak, akik azonban nyitottak az új tagok befogadására. Az egészségért mozogni megéri.